És most nagy erős szellemi kenyeret hozta a mai napunknak. Halleluja! Szeretném üdvözölni a Zsombor testvéremet is, ő kinn Erdélybe él, Romániába, áldja meg az őrült! Ő is egy nagyon erőteljes munkás, és romák felé szolgálott. A Gábor romák felé szolgál, szeretettel, kitartással, úgyhogy üdvözlőjük a Gábor romákat, üdvözlőjük a román testvéreket, most nézd! Úgyhogy megáldom benneteket, áldottak legyetek, halleluja! Dicsőség Istennek, mert ez a Zsombor testvérünk is úgy van, hogy nincs se görög, se zsidó, se cigány, se magyar. Egyek vagyunk Istenem, kevér valamit. Őnál az van istentelen vagy istentelen. Elkép. És azért szól a Dion ilyen, hogy Isten félőké váljunk. Na most egy olyan komoly dolgot hoztam, hogy utolsó 7 éveden a Földön kell, hogy tanítsunk. Mert ahogy a testvér mondta, van szellem, láttam füle, nem hall, ez nagy baj. Ki kell, hogy nyíljon a fületek, ki kell, hogy nyíljon a szemetek az utolsó időkre, amik be fognak következni. Amen. És azt mondja a Szentírás, Isten nem tartja sötétségben az ő népét. Nem. Ez írta le. A mi okulásunkra íródott le, és ezért most szeretnek imádkozni előtte. Drága mennyei atyám, hálásak vagyunk, Uram, köszönöm a drága testvéreimet, és köszönöm a drága Zsombor testvéreimet, és az összes csapatát, aki ott van ő körülötte, megáldjuk őket, benneteket is az Úr áldjon meg, és atyám, én azért imádkozok, Szent Szellem itt van köztünk, sőt, már szívünkben lakodást vett, Uram Istenem, hogy a szívnek az ajtaját teljesen ki tudják nyitni az én testvéreim, meg ott Erdélyben is, akik hallgassák, hogy az ige behatoljon a szívbe, Jézus nevében. Amen. Amen. Na testvéreim, először is ugye ahova kezdeném, 1 Korintus 2:10-re oda megyek, és felolvasom nektek ezt az igét, nagyon-nagyon fontos, és ez nagyon komoly ez az ige, testvéreim, az Úrban. Azt mondja, hogy halleluja, 1 Korintus 2. fejezet, visszaadtam. Vissza második fejezet tizedsége versétől szeretnék olvasni nektek. Ami ezt mondta, nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mit üzenel az ige? Le van írva a Szentírás, nem csak átszaladunk rajta, hanem mélységében megvizsgáljuk. Mikor egy igét elkezdesz olvasni, és elkezdesz adni, hogy Uram, hogyan is van ez? És Isten meg elmagyarázza neked. És így jussz bölcsességre. Ez a szellemi kenyér, azt mondja a Szentírás, hogy a Filippi levélben, hogy először szellemi gazdagságra törekedjetek. Ne a lóvét adjátok, szellemi gazdagság, legyen bölcsesség, aztán majd utána követi a lóvé. Figyeljétek! Mi pedig nem a világ Istenét, szellemét vettük, hanem Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, akit Isten ajándékozott nékünk, 12-es idevers. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberek bölcsessége tanít, emberek tanítanak, nem. Hanem, amelyre a Szent Szellem tanít szellemieket, szellemieket szabvá. Testvérek, egy János egy-egy leírja Isten maga, igen. Az igen. És az ige testélet, ez volt Úr Jézus. A Szentírás Szent Szellem által Szent profétákon keresztül írták, le van írva. És ez csak Szent Szellem által lehet érteni. Csak Szent Szellem által. Ahhoz tanulmányozni kell, bölcsességre jutni, beengedni a szívetekbe a tanítást, ami most is ma el fog itt adni. Nem a bukcsiba, szívbe. Amen. Mert az Úrnak a szívetekkel. Amen. Olvasom tovább. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni,
Ez csak Szent Szellem által. Ha valaki valakit meg akar ítélni, akár egy pásztor menetelti, Pál apostol is megvette Pétert, mindenki előbb megszégyenüljön, akkor ő csak Szent Szellem által teheti, mikor már Isten kijelentette neki, hogy szólj rá. És akkor rászol. Nem testből vannak a jó veszekedések. Átokmondás, egyen meg a rák, meg a fene, meg a stb. Ez a test. Na de a testet ki uralja? Az ördög. Azt mondassa ki veled, hogy te átok alatt légy. Mert azt mondja, Efézus 4:29, a te szádat csak építő szavak hagyják el. És a 15-ös igeves, a szellemi ember azonban mindent megítélve, őt senki sem ítéli meg. Ki Szent Szellemmel betöltekezett, tisztelet a munkása, Isten állította őt oda tanítónak, ha Isten nem ember, akkor őt egy senki nem ítéli meg. Tücsköd bogarat lehet rá szólni, de nem árt néki. Mert ki védi meg? Isten. Halleluja! Menjünk tovább, testvérek! Dániel könyvén oda megyek. És ahova kezdünk? Dániel könyvén. Nagyon-nagyon fontos. És már is 9. fejezet 24-25-ös igeverse. 77 szabatot tett népedre és szent városodra, hogy véget szakadjon a gonoszság, bepecsételtetik a bűn, hogy eltöröltessék a hamisság, elfogassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták felkerettetése. Mit mond ez a lényeg? 77 évnek kell letenni. A 7 évnek 70-szer kell letenni, hogy vége legyen ennek a földi bivoltak. Ebből 69 évét már eltelt. Akkor, mikor Úr Jézus Krisztus felakasztották. És még hátra van egy 7 év, de most látsátok, milyen kegyelmes Isten. 2020-at írunk, igaz? És még nem jött el Isten. Mert mindenki vizsgálja meg a szívét, ha most ma jönnek. Föle kerülnek. Mert bűnös egy sem fogok fölfegálni. Ilyen hosszú tűrő az Atya, és az ige mondja, miért ilyen hosszú tűrő? Hogy mindenki megtérésre jusson. Így szeret mindjárt. És az ige is mondja, minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a kegyelem. De ez nem azt mondja, hogy minél jobban bűnözik, hanem bármilyen bűnös vagy lehetsz, gyilkos bárki, Isten megbocsájt. Csak bűn bánattal vald meg. Jó múltkor volt a szabadító szolgálat, akinek még a szívében van olyan bűn, vagy magánjellegű, nem tartozik a gyülekezetre, az nyugodtan keressen föl, és attól is meg kell tudni szabadulni. Mert a Szent Szellem vezet, egy testvérünk most ért meg, ő is egy roma testvér, tegnap volt már a gyülekezetünkben szabadító szolgálatban, és két oldali listát írt föl, amit még személyesen megvallott. Mocskos bűnöket. És megszabadult tőle. Dicsőség Isten! Ha lehet, hogy megismeritek, elhallom ide tanúbizonyságot, mert az Úr a pokol kapuját is megmutatta neki. Egy roma testvér. Fiatal ember. Azt mondja, szóval a 70. év hétről van itt szó, aminek be kell majd teljesedni, és előtte állunk. Most. Hogy a 7 évbe belemenjünk. És erről szeretnék most tanítani. Erről tudni kell, 2 Péter 3:8-ra oda kell lapozni, hogy értsük az éveket. 2 Péter 3:8. Olvasom, testvérek. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szerettek, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő, mint egy nap. Az Istennél egy nap 1000 év. És mit mondott Úr Jézus Krisztus?
Harmadik napon feltámadok és visszajövök. Benne vagyok harmadik évedetre? Benne. Benne. Ebben az időben beleérkeztünk. Egyértelműen benne vagyunk a harmadik évedetre. Oda megyünk a Máté evangéliumáról, mert Úr Jézus Krisztus beszélt a tanítványainak az utolsó időkre. Mert hogy nem hagyja Isten sötétségben az ő népét, hogy ne a pokolba végezzék, hanem ott hogy csinálja helyet nekünk épp. Halleluja, dicsőség neki. Máté 24, 3-5-ös ige verset olvasom föl. 3-től 5-ig. Mikor pedig az olajpál kenyérül valahol hozzá mennének a tanítványok, maguban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek. Tanítványok is kíváncsiak voltak utolsó idejesen. És micsoda jel lesz a te eljöveteletnek és a világ végének? Tanítványokat is érdekeltem. És Jézus felelvén mondanék, így meglássák, hogy valaki ellen hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok Krisztus, sokakat elhitetnek. Erre vigyázni kell, köszönöm testvére. Vigyázni kell erre. Hallanatok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek. Mert mindezeknek meg kell lennie, de ez itt még nem a vég. Háború, stb. És folytassa a 7. ige versében. Mert nemzet támad nemzet ellen. Testvér, testvér ellen. Igaz? Hát ezt nagyon élitek ti is. Ország, ország ellen. Lesznek éhségek. Éhségek. Nehogy azt higgyétek, mindig így lesz, bemész a boltba, és a vakpénzed azt veszed, amit akarsz. Tévedés. Dökhalálok, földindulások mindenfelé. A világ minden táján Magyarországon sem fogja ezt kikerülni. Na most jó figyeljétek! Ez a koronavírus, ez egy nagy kamu. Itt semmiféle vírus nincs, itt már több orvos nyilatkozott, hogy kamu az egész, sőt, mi több oltság felé, és olyan anyaggal vizsgálnak meg tégedet, hogy pozitív lesz mindenkié. Tudnotok kell, hogy a Lidlibe találtak egy beteget, aki nem is volt beteg, csak kitalálták, bezárták az egész állapotot. Ott már az a kaja már le van vermelve. És ez így lesz napjainkban, testvéreim, ez a koronavírus, ez vezet oda a dökhalálhoz, éhénységhez, és ez még csak az első. Ez az első éhénység lesz, nem lesz kaja, és majd utána, miután már nagy éjség van, az emberek egy kiplié meg fogják ölni a másikat, mert már nem evett egy hónap. Boltok nem lesznek nyitva. Sájkos arab bőkön venni, az nincs is vírus. Jézus mit mond? Kinek hiszünk mi? A hadunk Antikrisztusnak, vagy pedig Istennek? Azt mondja Jézus, nem attól lesz, hogy beteg, ami bemegy a szádon. Ami a szádból kijön, mert szívű szól a szád. Gonosz gondolatok, hamisságok, lopások, csalások, parázaság, és itt tovább. Ettől betegszik le mindenki. Nem attól, hogy a vírus bemegy. Ha nem így szeretek, mit mond Jézus? Bemegy az árnyék székbe, és ott tehetsz. Az a vacak kis vírus, amit nem is látsz. Ha nem, hogy itt már, hogy az dönt le téged, de az árkosár köteleted. Hülyét csinálnak az emberekből, ha nem lesz. Ez a tanítás nem véletlenül megy le, gondoltok, amit akartok, ez a titokotok, de egy biztos, hogy az Isten nem hallgat. Ez az egy biztos. És én nem teszek hozzá, nem veszek el. Ez fog jönni. Miért? Mert Jézus mondja. És nagyon hamarosan, testvére, nagyon hamarosan be fog ezt közölteni. Miért? Mert majd utána Antikrisztus meg fogják választani, ilyen emberi testben lesz. Ha itt az ige fogja leiradulni, nem fejből mondom, nem az én okosságom, hanem az Isten bölcsessége, hogy mi ezt tudjuk. Nem tart minket sötétségben. Mindent leír pontosan az Úr. Mi fog bekövetkezni. Úgyhogy most ez felé haladunk. Ezerrel, testvérem. Ez ha tetszik valakinek, hanem az igaz. És nem leszünk előtte még elragadtatva.
Aki ilyet tanít, az egy hazug tanító, az az Antikrisztus munkása, a Szent Szellemi bölcsességet nem kapott, nem a szívű mondja. És nem az Isten munkáját végzi. Úgy, hogy maga is be van csapva, nem is tudja, hogy ő utaságot beszél. Ilyen az ördög, figyelj! Máté 24.11-től elolvasom, amely ezt mondja. És sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. Hát ez itt van. Hát itt Magyarországon tosztak továbbat ezt a rózsikát, 8 méteres haja van férfi létére, miközben az ige azt mondja, utálatos a hosszú haja férfinak. Ő nem ismeri az igét? S ilyen embereket hoznak ide. Semmi közük Istenhez. Megtagadta Jézust, azt mondta, hogy ő csak egy proféta volt. Mit mond az 1 Jánosnak a könyve? Aki megtagadja Jézus, hogy nem volt Isten fia, az az ördögtől van. Testvérek! Ilyen gazmagok vannak itt, és ilyeneket adnak Magyarországra zúdítják rá a keresztényükre. Meg kell választani, hogy kit állítotok ide szolgálni. Vigyázzatok! Mert hamiságot szól, abban megy ki az a szellem, és becsapott állapot a kerültre. És a tévegész szellemét akkor Isten rátok teszi, írja a tesztodikai levél, az azért van, hogy megbüntesse. Ne kerüljetek ebbe az állapotba. Észre, hogy Istentől van, megkintatok, ti bölcsek legyetek. Nagyon figyeljetek erre a tanításra, mert ez az Isten igéje szólja, ezt nem én. Én csak szó csöve vagyok, Isten használ engem. Figyeljetek! Hamis proféták, hamis tanítók, hamis apostolok, tele van magyarországi zsenekkel. Na most ugye miért mondtam azt a korintusi levélből, ki Szent Szelleme be van töltekezve, mindenkit megítél. Mert ahhoz, hogy be kell legyél töltekezve Szent Szelleme, komoly igeismeretet kell, hogy legyen, hogy abban a pillanatban fölismert, hogy az hazug tanító. És így érdekű haktanja akkor. Bárányogott el a széles úton, vigye. Mit mond Máté Evangélium 5. fejezetében? Nagyon sokan járnak a széles úton, amely a pokolba vezet, kevesen járnak a szűk keskeny úton, meg se ismerték, úgy írja ide, mely a mennyek országába vele. Hát mi vezet titeket a mennyek országába? Az igaz evangélium. Amen. Igaz evangélium. És ezt a szívetek megjegyétek. Hogy hagyjátok, hogy maga a Szent Szellem megtöretessen benneteket, mert szeret benneteket azt akarja mindnyáján a mennybe ott landoljatok. Amen. Amen. Ezért szólnak ezek a tanítások. Ez a szellemi kenyér, azt mondja az ige, a szellemi kenyér micsoda? Az evangélium. Amen. Figyeljetek, sok hamis proféta tanító fog jönni. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, szeretet sokakban meghidegül. Igaz ez testvérek? Hát a testvér a testvért nem szeretik. Na, csak így gyöngyös aranyba tudjuk elég jó a helyzetet, ugye? Tényleg édes testvérek, és akkor egymás mellett el kell, hogy menjünk. Mert valamelyiknek gonosz a szívem. De te nyissál kaput, ajtót, áld meg őt, szeretj őt, azt a többet ő. De aki mindvégig állhatatosan marad, üdvözlünk. Szóval kikől tartozunk a kísértésénknek. És Isten országának ez az evangélium hirdetetik, majd az egész világon bizonyságul minden népnek, akkor jön el a vég. Szóval majd, mikor máshol is hallok, hogy ma utolsó időkről beszélgetnek, akkor már közel vagyunk. És közel vagyunk. Figyeljetek testvérek! 2 Tesszalonika 2:7-re oda megyek, és szeretném felolvasni nektek ezt a levelet, 2. fejezet, 7-es igeverség. 2. fejezet, 7-es igeverség. 2 Tesszalonika, 2. fejezet, 7-es igeverség. Olvasom. Működik ugyan már titkon, a törvényszegés, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, el kell az útból vétetnie. Szóval az Antikrisztus már háttérben munkálkodik. Ez a koronavírus, ez a csippek betétele, stb. És így tovább. Az arról is kell, hogy tanítsuk, mert aki beteszi,
poklos, súlyos betegségben fog elpusztulni, ezt írja a Jelenések könyve, és a tűz tónak két savába lett betartva. Miért? Mert az Antikrisztussal vette fel a kapcsolatot. Nem lesz pénz. Föl kell készülni testére. Ez nem úgy van, csak jó van, mint a... Azt nem várhatjuk azt, mint a zsidók megkapták, ugye annak idején, mikor jöttek Jeruzsálem, illetve kiszabadultak Egyiptomból, és a kommandát az Úr küldte rá. Ez most már nem lesz. Le van írva, mit kell cselekedni, hogy átrészeljük és kitartsunk Istenbe a szűk, keskeny úton. Ahogy az ige is mondja, hogy sokan meg se ismerték. Sokan meg se ismerték. Tudjátok, mit mond az ige? Ne aggódjatok, pici nyája. Valami a pici az nem sok, mi? Ezt mondja Isten, pici. Keves. Nem leszünk sokan. Nagy az igének a nagy tömeg az. Nem, oda ne is menjetek. Majd az ige mondja itt, oda besekőben. Na, menjünk tovább testvérem a durva. Dániel 7-8. Na, visszamenjünk Dániel könyvére. 7. fejezetét, 8-as keveset felolvasom. Ami azt üzeni nekünk, hogy mi alatt a szarvakat szemben, mert íme másik kicsit szarva lekedik ki azok között, és három és előbb szarvak közül kiszakasztanának előtte, és íme ember szemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarban, nagyokat szóló száj. Először is tisztázunk azt, mikor itt szarvakról van szó, itt nagy fejedelmi vezetőkről beszél a Biblia. Szóval ne kecske szarra gondoljatok, hanem nagy fejedelmek. És nagyokat szóló száj lesz. Itt már az Antikrisztusról beszél a Dániel. Honnét fogjuk megismerni? Mert tévében benne lesz mindenhol. Ő meg lesz választva. Figyelj, az nagy csatésségben lesz az az ember, aki nem hall róla, mert tévé, rádió, mindenhol lesz fogják tudni. Világ szinten, mikor az Antikrisztus színfék. Nagyokat szóló száj lesz. Nagyokat szóló száj lesz. Halleluja. Dániel 9:27 volt. Ez a személy megszerzi az ördög segítségével a politika, mint a vallás hatalmat. Az egész világot megfoglalkozik. Ez egy személy lesz. Képzeld azt el, hogy az Orbán Viktortól kezdve a nem tudom milyen politikus is mindenki hatalmat adja. Ehhez zsidó származásuk kell, hogy legyen, mert a zsidók is be fognak dönni. Még a templomban is be fog benni, majd mindjárt itt a ige mondja. És ez az ember hamarosan jönnek a választás. Hát ahogy azt higgyétek, itt 10 évben meg vannak. Hú, testvérek. 7 évről beszélünk. 7 évről. Majd itt az ige mindjárt tudósítja nektek, hogy értsétek még jobban, most megyünk ebbe bele. Azt mondja, Dániel 9:27, felolvasom. 9. fejezet, 27-es igenvers. És egy héten át sokakkal megerősítette a szövetséget, de a hét felé véget vett a véres áldozatnak, étel áldozatnak és utálatosság szárnyán pusztít, amíg az enyészet és a mi elhatároztatott a pusztítóra. Magyarul, míg ő porondon lesz, megválasszák őt, 7 évről van szó, 3,5 évről, majd itt a ige is fogja mondani nekünk, hogy itt 3,5 évről van szó, béke, béke, béke lesz. Hamis béke. Örül az egész világ, képzeljétek el. Mindenki csókogat, minden jó. De leírja az ige, hogy ez hamis béke. És aztán bemegy a templomba, fölépítik Jeruzsálembe a templomot, úgyhogy ennek sok jele lesz. Jeruzsálembe a templomot fel kell építeni, már interneten már elhangzott, hogy már megvan az elemek is. Már csak azt várják, mikor jön az Antikrisztus. Persze nem tudják, hogy Antikrisztus, hanem az Isten tudja, ő mondja az igében. Emberek nem tudják, ugyanaz ember lesz, mint mi. Jó, elegáns, fölöltözködve, stb. És nagyon ott szóló szár lesz. És béke, béke lesz. Ezt írja itt a Dániel 7-8, Dániel 7-20-ra még oda megyek, ami tudósít még minket, hogy nehogy eltévesszük, konkrétan tudjuk,
fogjuk látni, ki lesz ez az Antikrisztus, figyeljetek! Tíz szarfelől, és melyek a fején voltak, afelől, mely utóbb növekedik, és három esik ki előle, és ennek a szarnak szemei voltak, nagyokat szóló szája, termete is nagyobb a társainak. Ennyire nem tart Isten minket sötétségben. Előre leírja, hogy majd mikor ott lesz a sok politikus, és a hét közül fog kiválni, fogjuk látni, hogy magasabb egy fehér. Na az. Képzeld el, hogy Isten mire képes itt tudósít bennünket. Hogy ne csapjon be téged senki, hogy itt van, vagy ott van, vagy ott van, te csak a jeleket figyelj. Magasabb lesz a többi politikusod. Le van így. Dániel 12-11-re olvasom. Figyeljetek, Pitból, nagyon nagy üzenet van benne. Olvasom. És az időtől fog, hogy elvétetik a mindennapi áldozat zsidóknak, feltétedik a pusztító utálatosság 1200 és 90 nap lesz. Számoljunk egy kicsit. 3,5 év az 1260 nap. Arcán pontos. 3,5 év. Képzeljétek azt el, a templom fölépül, ez az Antikrisztus minden szem meglátja, fölépítette a templomot együtt. Zsidók pehűnek, erre várnak már több ezer év. Gondolod-e, mennyire fognak örülni? Leírja a Szentírás, hogy áldoznak. De jön a pusztító utálatosság, az Antikrisztus, és bemegy a templomba. És úgy mutogatja magát, idő a Krisztus. És a zsidóknak szint van. Nem vagyok a barátotok. Én azért jöttem, hogy kinyírjon a benneteket. Ezt képzeljétek el. Meg fog történni, ilyen az ördög. Így fog szint vallani. Képzeld el, itt írja. És ez a nyomorúságos időszak, figyeljetek nagyon, ez nem az, amiben most megyünk bele, mert amiben most megyünk bele, megjelenik az Antikrisztus, ő fogja szabadítani. Minden volt tele lesz élelmiszerre menni. Ilyet még a világon senki nem csinált, és nem is. És itt fog belőni még sok nem erős keresztény, aki az Úrban nincs. Még azok is belőnek. Azok is. És ha majd, mikor eltelik 3,5 és jön a nagy béke, tényleg mindenki, jó, nézd meg itt a Krisztus, rebbengé, össze-vissza hazudoznak, majd mindenki örül, kaja van, minden van, minden lesz. És egyszer csak bemegy a zsidók templomába, Jeruzsálembe, amit fölépíteni, hogy az Antikrisztus meglátott 250 napon belül fölépít a templom. És a zsidók áldoznak. Erre várnak már több ezer éveként. És egyszer csak gondol, de 1260 nap után bemegy az Antikrisztus, aki azt hitték, hogy barátja, és bejelent, hogy nem. Nem szeretlek benneteket, én ki akarlak nyílni, meg üldözni fogja az igaz keresztényeket is. Ez az Antikrisztus. Nekünk nem barátunk. Igaz? Nem. És ez lesz a 90 nap. Figyeljetek ide. Ez lesz az a 90 nap, amit itt a 12-es fejezet, 11-es ige verse lehoz. És ugye olvassuk el, Dániel 12.1-et mit mond. És abban az időben felkel Mihály nagy fejedelem, aki te népet fiaira áll, nyomorúságos idő lesz, mely nem volt attól fogva. Ha még ilyen nem volt. Ez ami most jön, az is nyomorúságos lesz, de még. Ez Jézus leigazolja, figyeljetek. Azért Dániel profétára azt kell tudni, mielőtt Isten a profétákkal leirattatta ezt a Szentírást, ez a Dániel proféta benn volt a tüzes kemencébe. És azt mondta, nem érdekli őt. Ő Isten embere, ő nem fog meghajolni a bálványok előtt, és a király bevágta őt a kemencébe. És a király látta, meg a két társát is hárman voltak, hogy ott van egy negyedik valaki, az volt Jézus. Szóval benn mászkál. Ellenfokos tűzbe képzeld az el. És a király csak lesett, mint a mozogba, el is hiszett.
És akkor kijött, akkor mindjárt látta, hogy Istenek az ember. És aztán, ha megint egy másik király jött, aztán rávették, hogy csináljon bárványt, és aki nem hajol meg a bárvány alatt, az a harasztán vernébe vágják be. Hát aztán Dániel mit érdekelt a bárvány, hogy a bárvány simánkodott Isten. Tényleg már, benne van a Szent Király. Beköpték őt, jó akarom mindig van, aki jót tesz, annak sokkal több rossz akarója. Ezt talán tapasztaljátok is, igaz? Ez érdekes egy dolog egyébként. És akkor jelentették neki. Hát a király szerette ezt a Dánielt, mert álmokat is megfejtett neki, meg minden nagy bölcsességet kapott Istentől. Na de mivel az ő szava volt, hogy levágjuk, leírtam, lepecsétette, be kellett vágni az oroszlán vermének. Pedig szerette Dánielt, azt mondta, Dániel, a te Istened végre megtegye. Bevágták az oroszlánok vermét. Másnap ma hajnalban ment a király, mert sajnálta. Pecsétet főzette. Dániel, megmentett téged a király, a te Istenek? Igen, király, megmentett. És oroszlán vermébe kijött, és ekkor ébredt föl a király, hogy milyen hazugok, akik körülötte vannak, és azokat bevált az oroszlán vermébe, azonnal megették. Na tudnotok ki, hogy ilyeneket ment keresztül ez a Dániel proféta, mire Isten megbízta őt, hogy ezt ne írja. Hallottál az Isten hangját? Na vigyázz, de ezt a Máté evangélium is nekünk leigazolja, ugyaneleket nézzétek meg. Szó szerint Úr Jézus Krisztus. Mit mond? 24-es fejezet, és olvasom 15-21-es igeverset. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, mely nem volt a világ kezdete óta, mind ez idáig, és nem is lesz soha. Ez egy másik nyomorúság, testvéreim. Nem az, amiben most megyünk bele, hanem az utolsó idő nyomorúság, amikor az Antikrisztus szint van, és el akarja pusztítani zsidókat, mert az Isten fiait. Ez akkor fog bekövetkezni. Ez 30 napig fog tartani, aztán pontosan tudjuk a leírásokat. 1290 nap lesz az első fél év, 30-a több. És ugye, s azok a napok meg nem rövidítettek, egyetlen ember sem menekülne meg, de a választottaké megrövidítettek majd azok a napok. Dicsőség Istennek. Ne higgyétek azt el, ha valaki azt tanítja nektek, hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy ez a szűkös napok meg a nyomorúság előtt fölvisz, az egy halott tanító. Ha az Antikrisztus szavát szólja, akár tudatlanságánál fogva is. Becsapott állapotba került, aki ilyet tanít. Ez olyan erőteljesen, kihangsúlyozott népnek. Itt le van írva egyértelműve, hogy a nyomorúságban még mi is benne leszünk, de csak 30 napig dicsőség Istennek. Na, de az is kemény lesz. Miért így ajánlunk nekünk, hogy föl tudjunk rá készülni? Igaz? Ha figyelemes fejezetbe betesz egy kis listet, egy-két konzervet, akkor na, lesz mit enni. De ha nem, kinyitod, ez sincs, az sincs, semmi sincs. De vigyázz el. Kemény dolgok ezek. De Isten így rendelte, nem a néha. Figyeljetek. 24-24 megerősíti, mert hamis Krisztusok, hamis prófétát támadnak, nagy jeleket, csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is. Ezek az aranykorlót lefogysz 5 perc alatt, akkor vergődsz, meg mindent csinálsz, ez nem Isten. Még tüzet is vonnak a lény. Lábakat nyújtogatják, meg ilyenek, látunk sokat. Hemzseg az internet, az ilyen sátán munkásaitól. Ha le van írva. Hát azt mondja a Korintus levél, minden ékes rendbe menj. Az Isten rendet szeret. Igen. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyek. Na mit jelent ez az igen? Ahol a dög.
ahol az ördög, mondjuk ez az a nap, vagy a Vatikán, hát a Vatikán a sátán zsinagógája, és az összes egyházatban ramadta. És akkor nagy összejövetel van, akkor több millió ember ott van, és akkor örömére öltözik, nem tudom minek, mert az a sátánnal van. Ő az ördög. De csak mindig akkor induljatok ki, akkor az ige azt mondja, hogy a szűk keskeny utat nagyon kevesen ismerték meg. Kevesen. Meg sincs térve, és ide áll tanítani. Sok ilyen tanító. Ő saját magát rakta, vagy ember fölütötte. Figyelj, mit mond az ige? Aki térre elhívta, mondja Isten, az megtisztít. Először egy tisztulást. Tudjátok, én hány 40 napos böjtöt csináltam régebben? Sokan. Volt, mikor 40 napig csak leves vettem. 5-6 napig levettem, nem is ittam. Azért, hogy az Úr meglátogasson engem. Jézus odállt a szolgálatába, tudjátok? 40 napos böjtöt. Jött a sátán, kísérte őt, igen. Legyőzte, mert nem böjtbe. Ez a puszta. És akkor az Úr megtisztít, akkor ide látsz, és a tiszta igazságot tudod szólni. Nem teszel hozzá, nem veszel el. És még ráadásul érted is, mert a Szent Szellem kijelent, hogy mit kell ott érteni például itt a dög alatt. Hát mind a Vatikán. És figyeljetek, alatta vannak a karizmatikus gyülekezetek is. A kis egyházak alapítványon keresztül munkákat adnak hivatalosan, nekünk is van alapítvány, csak mi nem mentünk az antikrisztus alá. Mert nem kell az ő mocskos, piszkos pénzük. Hát azért mentem oda. Fejkoltam. 148 milliárd forintot fizetnek ki ide, hogyan állnak. Nem kis pénz, mi? Ez megy ezeknek, akik a Vatikán alapítanak. És akkor persze, hogy dőzsőnek jó fizetés, és a többi fejkolták, kész. Réfejemre is bőveszik, lehet, hogy több helyen is, mert senki nem ellenőri. Ahol megtérsz, ott fölírnak, kézbe adják, nem. Vagy ha gyerekkorodban elvitt a szülők, akkor meg fölírták katolikus, református, ki hol, azt ott bőveszik a fejkoltát a fejét. De hát pedig égében. Nincs adomázás. 24-29 és a 30-as igenis. Mindjárt pedig ama napok nyomorúsága után, figyeljenek, ama napok nyomorúsága után jön az elragadtatás. Nem előtte, hogy tanítják, csak ott tanítják ki, vagy előtte. Isten úgy szeretne, vagy olyan viselmegyünk, nem igaz? Hát a Biblia meg más tény. Akkor most kinek hiszel? Kis Pistának, Nagy Jóskának, Hamis tanítónak, vagy a Szentírás? Ki egyszerűen ezt elkezdődteni. Figyeljetek, itt mondja maga Jézus. Mindjárt pedig ama napok nyomorúsága után, amiről itt beszéltünk, elsötétedik a hold. Nem fénylenek a csillagok, égről lehullanak, egeknek erősségei megrendülnek. Hát ez az észre lesz mindig, igaz? Ha lesz, aki esse lesz észre. És ekkor feltétedik az ember fiának el az égen, Jézus. És akkor sír a föld minden nemzetsége, meglátják az ember fiát, Jézus, eljönni a ég felőibe, nagy hatalommal dicsősége. És elküldi az angyalaiknak trombita szóval, ő nem jön le a földre most, majd a Jeruzsálem földjére fog lejönni, a 12 királyi székkel, az apostolokkal, le a Léva Szent Király. Most nem jön ő le a földre, hanem elküldi az angyalaiknak nagy jelvet trombitával, egybe gyűjti az ő választott fiait. Négy szelek felől ég egyik végétől a másik végéig. És tudjuk a Szentírásból, hogy Isten, akit elhívott, meg megtisztított a szellemvilágba, meg pecsételi. Meg majd pecsétel, azzal látják, pecsétolva. És azt írja a Szentírás, hogy itt megpecsételtem az ördögre rászol, az nem változott. Ezért kell az Úrnál lenni. Isten pecsételje meg bennünket, és akkor nyugodtan várjuk az Urat. Igaz, halleluja? Rája testvére, egy Tesztonika 5. fejezet 4-5. Feladatom.
négyes, ötös ige verse. Halleluja. Olvas. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségbe, hogy az a nap tolvajmódra lepjen meg benneteket. Tehát a világosságban van, ezt tudja, mikor bekövetkedni. És mi tud téged világossá tenni? Az igen. Mert ki az igen? Maga Jézus szellemi kenyér. És azt mondja, az ige írja, hogy ki ebben táplálkozik, az ige föl van kelve, az megszabadul. Látod, ezt tud téged megszabadítani. Maga az igen. Maga Isten. És azt mondja, írja az ötös igeves, ti mindnyájan világosság fiai vagytok és a nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé sem a sötétségé. Amen? Amen. És hogy benneteket nem sötétségbe él. Aki nem Isten fia, nem született újjá, a sötétségben van. Arra mondja az ige, mikor azt mondja, van szeme, nem lát, képzeld el, van neki? És nem. Észre sem veszi ezeket a jeleket. Van füle, nem hall. Elmondod neki, hogy ember, vigyázz, ez fog jönni, és nem azt csinál. Mert nem a buksiba kell, hogy bemenjen el az ilyen szívetekbe. A bedobogja. Bevésődik. És akkor tudod, már valami jelt látsz, igen, tényleg ebben a leírva, hogy most már hátul is. És egyet. Halleluja, dicsőség Istennek! Máté 24.35. Ami azt mondja nekünk, Jézus szavai. 24. fejezet, 35-ös kérdés. Azt mondja Úr Jézus Krisztus. Az ég és a föld elmúlt, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlt. És azt mondja a másik el. Egy jóta, egy pontocska el nem veszett, míg velem teljesített, amit itt felolvastam. Egy pontocska nem, míg velem teljesített. Szó szerint minden ítet. Mert a figyeljetek, nem így volnak, az Isten össze-vissza beszél. Igen? Leírattatja, hogy nem mondjuk. Na ilyen nincsen. Az ördögre igen, az volt valamit, az jó becsak. Akkor nem úgy csinálja. De Istennek az, hogy az ige is, Istennek még csak a árnyékában a változása sincs. Nem változott Isten. Amilyen volt kezdet óta, igaz és szeretetteljes, az most is olyan. De a bűnösöket megbüntetik. Le van itt. Szeret mindenkit, de lesz Istenek a haragjának a kitöltetése is. Megharagszik arra, akinek az igaz evangélium nem kell. Azokat megtöltetti, az változó. Drága testvérem az Úr, Dániel 9.27, igen, erre még egyszer visszamegyünk, mert nagyon-nagyon fontos mondani valójában. 9. fejezet 27-es igeverse, és egy héten már sokakkal megerősít a szövetséget az ördög, de a hét felé véget vett a véres áldozatnak, étel áldozatnak és a utálatosság szárnyán pusztít, amíg az egészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakta. Szóval be fog ülni a templomba, onnél megnyilvánul, hogy nem vagytok az én barátaim, és ki akarnak benneteket nyírni, ez szó szerint is érts. Még? Dániel 11.31 leírja, figyeljetek, felolvasd. Hogy értsenek, hogy ő beszél. 11. fejlet 31-es évet sem. És seregek állnak föl részéről, az ördög részéről, és megfertőztetik a szentely erősséget, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és feltérzik a pusztító utálatot. Pusztító utálatosságban az Antikrisztus. És az áldozatot megszüntetteti a zsidókkal. És figyeljetek ezeket az igéket, nem csak itt Dániel mondja, hanem egy pár igével szeretném ezt leerősíteni bennetek. Lukács 21.20. Hogy új testamentumban Lukáccsa is leírattatta az Úr. 21. fejezet 20-as igeversében, figyeljetek! Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hegyseregtől körülvéve,
akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő pusztulása. Lukács, 20. fejezet, 21-es igenes. Tovább olvasom, akkor mi fog jönni. Ez konkrétan itt valóban a zsidókat fogja írtani az Antikrisztus. Azt mondja. Akkor akik Júdeában lesznek, nem Gyöngyös Orosziban, nem Veresegyházban, Júdeában. Fussanak a hegyekre, akik annak közepette menjenek ki abból, és akik a mezőben ne menjenek be abba. Itt már 5 perce sincs neki, hogy visszaszaladjon egy kabátén vagy valami. Képzeld el, 200 milliós hadsereg. Gondold azt te, a mai technikával, tankok, stb. Gondold el, körbe van véve. Az Antikrisztus a 3 éves, fél éves béke alatt közben szövetséget köt az egész világban. Mert nem csak ő egyedül akarja kiírni. Németek, egyiptomiak, asszíriak, és így tovább. Most nem akarok arról tanítani, mert az is egy nagyobb lélegzetű tanítás. Hogy kik azok, akik az évekkel ezelőtt is ki akarták írni. Tudjátok nagyon jó, Hitler, ezeket mind ismerjük, tudjuk, ki akar. A mai napig is ők is ott lesznek. Fegyverem. Ilyen nagy barátok. Na vigyelj. Mert azok bosszúállásnak napjai beteljesednek mindazok, amik megírattattak, amik megírattattak. Jaj, pedig a terhe szoktatós asszonyoknak azokban a napokban, mert nagy szükség lesz e böldön harag elépen. A zsidóknak. És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vettetik minden pogányok közé, Jeruzsálemben megtapottatik a pogányoktól, míg nem betelik a pogányok ideje. Még meg nem térésre jutnak a pogányok. Pogányok mi vagyunk? Illetve már megtértünk Isten fiát. Értitek? Úgy egyébként mindenki pogány, van a zsidó nép és a pogányok, de viszont aki befogadta Úr Jézus Krisztus és megtért, nem bűnös, az a megtérés, hogy megtérünk a bűneinkből, megtért, újjászületett, az Isten fia. És így már elragadtatás, amit olvastam, akkor Isten fiai mennek föl. Halleluja, mert ebben bízunk, testvérek. Mindenki, hogy jutunk mindjártunknak. Akkor mi már fönt fogjuk szemlélni, ha az Úr megmutatja. Értitek, hogy azért milyen csodálatos az, ha mi bűnmentesen meg vagyunk térve, abba Atyám, jöjjön Uram, jöjjön. Ismeritek az igét? És várjuk az Uram. Mert tudjuk, hogy akkor a mi ruháink tiszta. És azt mondja, és lesznek elek napban, holban, csillagokban, földön, pogányok, szorongások, kétség miatt, mikor a tenger és a hang zúgni fog, mikor az emberek elhallnak, félelem miatt, képzeld olyan félelem, hogy arra meghal. Ha gondold el 200 milliós hadsereg, el tud képzelni, mit fogadott bűve? Hát ott a 10 perc az kinyílnak az egész nemzedet, de Jézus nem mondja. Az ő népét, akik körmegvédik. Le van az is írva, mostani tanításban nem fér bele, de Jézus megvédi őket. Csak ott is a hamisak fognak elhalni. Azokat meghagyja. És azt mondja, miatt és azoknak a várása miatt, amik e föld kerekségre következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Szóval adjunk hálát Istennek, nekünk el kell odáig jutni, hogy mi fölkerüljünk. És Jelenések 9.16-ra még oda megyek, testvéreim, amivel szeretném leigazolni ezt a 200 milliós hadsereget. Mert nem én találtam ki, benne van a Szentírásban. Figyelitek, Isten milyen alaposan vezeti az Isten népét? Minden tudsz. Jön az Antikrisztus, nagyobb lesz az átlagtól, fölépíti a jeruzsálemi templomot, béke, 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 3,5 évig, akkor tudta azt, hogy ebbe beleléptünk, és az a 30 napos nyomorúság fog jönni majd ismét. És a végén megtisztulva várjuk az Urat, és jön az el. Úgyhogy még a Jelenések könyvét felolvasom néktek a 9. fejezet 16-os igeversét, ami tudósít minket erről a létszámról, a 9. fejezet 16-os igevers. Olvasom, testvére, ezt mondja, és a lovasok serege száma 2000-10000-10000 volt, hallottam a számokat. Amen. Ez 200 milliós hadsereg. 200 milliós hadsereg.
És az Ájelnek mit mondott adó, figyeljetek, 12-es fejezet 4-es ige verse, olvasom. Te pedig, Dániel, zárd be beszédeket és pecsételd le a könyvet. A végső idén tudakozzák majd sokan, és nagyobb lesz a tudás. Ha gondolod el, Ó Testamentumban írod, hát akkor még nem is láttak vasszegereket, meg tankokat, a Dániel se értette, itt is. Uram, én nem értem. Ezért mondja, te ne törődj vele, pecsételd be, így le. Majd a legvégén arra lesz a tudás, hogy lesz, aki fogja érteni és tanítja az embereknek. Írja is az ige, az egyik helyen, hogy majd ott a zsidóktárs, mikor lesz az a nagy vezetőnek, hogy az Úr állít föl bölcseket és a népeket tanítja. Fölkészíti rá. Dicsőség Istennek. Halleluja. Máté 24. 5-17. Ez az utolsó igaz, mondja, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvényeknek, a proféták eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább betöltsem, Jézus szavai. Mert bizony mondom néktek, míg az én földem múlik, a törvényből egy jóta, egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden benne teljesedik. Úgyhogy kérlek benneteket, ezeket az igéket ellenőriznétek le, és a szívetekbe engedjétek be, hogy valóban igazi megtérés legyen, azt mi az elragadtatásra adjuk. Hogy a bőn a mennybe. Ámen.